Folyamatosan érkeznek a látogatók a Dunaföldvári Napsugár Idősek Otthonába. A személyes találkozás hónapok óta itt is tilos, csak úgy, mint az ország többi idősek otthonában. Azonban Dunaföldváron az elmúlt napokban látogatói szobát, pontot alakítottak ki. A beszélgetés két különálló helyiségben egy hangosítóval ellátott biztonságos plexifalon keresztül történik. A látogatások hétfő, szerda, pénteki napon történnek, reggel 9-től 1 óráig 25 perces látogatási időt biztosítunk a lakók és hozzátartozók számára. Minden látogatás után fertőtlenítés, szellőztetés történik. A közel 20 éves Dunaföldvári intézmény 92 idős lakója most boldog, hisz sorra érkeznek hozzátartozóik, akiket december óta személyesen nem is láthattak. Az édesanyámat jöttem meglátogatni, és hát most már 3 hónapja legalább, hogy nem találkoztunk, úgyhogy nagyon vártuk ezt a találkozást. Meg is látszott a csomagom, mert jó nagy csomagot kellett behoznom a kívánság listájának megfelelően. A csomagok egy polcra helyezve fertőtlenítést követően 2 nap után kerülnek a gazdájukhoz. A már több mint egy éve tartó pandémia ideje alatt alig volt lehetőség a látogatásra. Ennek a hiánynak az enyhítésére laptopot vásárolt múlt évben az intézményt fenntartó önkormányzat, hogy Skype-on tartsák a kapcsolatot a külvilággal, és egy új szabadtéri pihenőpark is készülőben van a lakók részére.